Közel 12 esztendeje annak, hogy a Banyhádi Központi Orvosi Ügyeleti Feladatot egy társaság látja el. Barca Zsolt szakmai vezető azt mondja, ez idő alatt folyamatosan meg kellett küzdeniük azzal a helyzettel, hogy a szolgáltatást igénybevevők olyan panaszokkal érkeznek az ügyeletre, melynek ellátása nem az éjszaka szolgálatot teljesítő orvos dolga volna. A Banyhádi Központi Háziorvosi Ügyelet 30 ezer betegnek az ügyeleti ellátását végzi. Az ügyeleti ellátás alatt értem azt, hogy hétköznapon 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve szombat, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-tól következő nap 8 óráig tart az ügyeleti időszak. Az ügyelet, a mi ügyeletünknek most már 11. illetve lassan 12. éve állandóan visszatérő problémája, és ez jelentősen terheli az ügyeletet ellátó kollégáimat, mind az orvosokat, mind az asszisztensnőket, hogy elég nagy arányban a betegek, illetve a lakosság olyan indokok alapján veszi igénybe az ügyelet szolgáltatásait, melyek nem nagyon állják meg a helyüket orvosi szempontból. Erre mondanék néhány példát, és utána majd kérést szeretnék a lakosság felé intézni. Tehát néhány jellemző példa, ami ismétlődik. Nagyon sokszor láz miatt hívják az ügyeletes orvost, ahelyett, hogy otthon lázcsillapítót adnának. Nagyon sokszor többnapos tünetekkel, panaszokkal keresik fel az ügyeletet, akár éjszaka, akár esti időszakban, vagy ne adj Isten olyan esetekben is, amikor már néhány nappal megelőzőleg volt a házi orvosánál, írtak is fel neki egy gyógyszer, de nem váltotta ki. És aztán az ügyeletet hívjuk, hogy adjon be egy injekciót. Több hetes panaszokkal jelentkeznek időszakosan ügyeleti időben. Van olyan is, aki rendszeresen gyógyszert illatni jár az ügyeletre. Folytatottnám a sort, én szerintem ezek a példák, hogy elegendőek, azt hiszem. Az ügyeleti ellátási körzet megközelítően 40 kilométeres. Ez azt is jelenti, hogy egy fölösleges riasztás esetén nincs esélye az ügyeletes orvosnak átérni a körzet másik felére, segíteni valakin, ha történetesen szükséges lenne. Most már több mint 11 éve a Szekszárdi Mentőszolgálatnak a diszpécser központja irányítja az ügyeletet. Ez annyit jelent, hogy a hívások odafutnak be telefonon. Az ügyeletes diszpécser dönt, illetve adja ki a feladatot az ügyelet személyzetének, az orvosnak, illetve az asszisztensnőnek. Ez a rendszer ez azért működik így, és azért jó így, mert nagyjából el tudja dönteni, hogy milyen intézkedés szükségeltetik. Ugye az intézkedések tárháza széles, hiszen a betegnek tanácsokat is adhat a diszpécser, hogy mit vegyen be, mit tegyen, jelezheti neki, hogy fáradjon be az ügyelet helyiségeibe, ott el fogják látni, kiküldheti az ügyeletes orvost, azonnal, ha olyan tüneteket, betegséget vél felfedezni, vagy gyanít, azonnal küldhet már mentőt, akár orvossal. Tehát magyarul a beteg állapotának megfelelő intézkedést tud foganatosítani. Természetesen akkor, hogyha korrekt a bejelentés. Ez egy nagyon fontos tényező. 2019-ben éppen most csináltam meg a statisztikánkat, egy év alatt 6000 beteget látott el a Banyhádi Központi Háziorvosi Ügyelet. Ez jelentős terhelést jelent a kollégáimnak, és sajnos azt kell mondanom, hogy egy általános helyzet ez Magyarországon, tehát szinte valamennyi háziorvosi ügyelet, és nem beszélve természetesen a kórházak sürgősségi osztályáról, küzd ugyanezzel a problémával. Nyilván nem mi fogjuk megoldani ezt a helyzetet, de azt azért még hadd mondjam el, hogy most már olyan széleskörű tájékoztató anyagok vannak ezzel kapcsolatban, melyek teljesen közérthető módon elmagyarázzák a betegeknek, a leendő betegeknek és a lakosságnak, méghozzá érthető nyelven, tehát nem orvosi szaknyelven, hogy milyen tünetek, panaszok, milyen vélt betegségek vagy betegségek esetén mi a teendő. Most nemrégen egy orvos kollégánk egy könyvet is megjelentett erről, ami szintén a lakosságnak szól, tehát a laikusoknak szól, ahol nagyon alaposan körbeírja a panaszokat, tüneteket, amik milyen betegségekre utalnak, és azt is, hogy mi a teendő ilyenkor. Barca doktor azt mondja, a 6000 ellátás majd egyharmada volt olyan, mely egy tablettával vagy egy nappali ellátás során időben kezelhető lehetett volna. Ennek megfelelően arra kér mindenkit, csak igazán sürgős esetben vegyék igénybe az ügyeleti szolgáltatásokat.